meg tudom mutatni a helyét. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Páfi György tudománytörténeti vándorkiállítás megnyitóján az Aranykész Gimnáziumban, szakgimnáziumban és szakközépiskolában, ami egy intézmény tulajdonképpen, csak ilyen hosszú neve van. Azt gondolom, hogy nem az én tisztem a hosszú beszéd. Én szeretném, hogyha tudnátok, hogy nagyon örülünk neki, hogy ennek a kiállításnak a házigazdái lehetünk. Szeretném bemutatni majd a következő hölgyeket, akik meg fogják nyitni a kiállítást. És nagyon örülök neki, hogy a mi diákjaink, illetve vendégeink, akik Erdélyből érkeztek, ők is részesei lehetnek ennek nagyon szép programnak. A kiállításnak a tartalmi lényegét azt már a falakon láthattátok, korábban felkerültek, olvasgathattatok róla. Örülök neki, hogy mindannyian itt vagytok most ma velünk, és szeretném bemutatni nektek Dr. Gál Erzsébetet, a Kárpát-medence természeti értékekért alapítvány nevében. Ő fogja tolmácsolni Dr. Páfi György professzor üzenetét, aki a kiállítást megalapozta, létrehozta és eljutotta hozzánk. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Dr. Páfi György professzor úr nevében a mai kiállítás megnyitóján résztvevőket és a Kárpát-medence Alapítvány vezetősége nevében. Gál Erzsébet vagyok, és azért jöttem el ma közzétek, hogy bemutassuk nektek és megnyissuk majd ezt a kiállítást, ami mindannyiunk számára nagyon fontos üzenetet kell, hogy hozzon. Dr. Páfi György, ő az örök ifjú, 90 éves egyetemi tanár, aki azért készítette el ezt a kiállítási anyagot, hogy szerezzetek ismeretet arról, hogy 330 magyar származású tudós mit adott a világ fejlődésének. A Sajó Marika majd egy kicsit részletesebben fog beszélni, hogy kik is vannak ezen a tablón. Dr. Páfi György azt üzeni az iskola kémikusainak, biológusainak, matematikusainak, fizikusainak, történészeinek, hogy legyenek szívesek, végigvezetjük benneteket ezen a kiállítási anyagon, amikor megállnak egy-egy tablónál, bizonyára ismeretlen nevek is, és döntően ismeretlen nevekkel fog találkozni, de ma már az internet világában utána lehet nézni, és biológia órát, kémia órát és fizika órát is lehet tartani, akár a tablók előtt, vagy bent a tantermekben. Páfi György tudja, hogy mi ma délután találkozunk, és itt vagyunk együtt az iskolába. Mielőtt megkezdődött a program, Krisztina nénivel, az igazgató nénivel egy kicsit tájékozódtam, hogy hát hol is vannak most a mi tudósaink, és elmondta, hogy ez egy komplex iskola, ahol van egy szakgimnázium, ahol elméleti tárgyakat tanultok, és van maga a szakiskola. Ezt azért szeretném kiemelni, mert Dr. Páfi György, Gyuri bácsi, ahogy egymás között hívjuk, de nektek is Gyuri bácsi, az volt az álma, és ő meg is valósította, mint pedagógus, hogy a szakképzés mennyire fontos a magyar gazdaság fejlődése szempontjából, és most egy olyan iskolában vagyunk, ahol ezek a tudós emberek azért alkották meg találmányaikat, hogy azok a fiatalok, azok a szakiskolában és szakgimnáziumban szerzett ismereteket tovább mélyítsék a saját maguk fejlődése és előbrejutása érdekében. Tehát azt üzeni nektek Dr. Páfi György, hogy hozzáértően nézzétek végig a tablókat,
tudja, meg mi is tudjuk, hogy egy kicsit tömény, mert sok információ van rajta, de szenteljetek rá időt, mert gazdagodni fogtok vele. Üzeni dr. Pál Fügyön. És nagy-nagy szeretettel köszönti az iskola vezetését, és hálás azért, hogy ilyen nagy szeretettel fogadjátok, befogadjátok ezeket a tudósokat. Ahogy az igazgató néni elmondta, nem tudom, hogy hogy hívjátok, bocsánat, hogy elmondta, hogy megtiszteltetés számotokra, hogy ez a kiállítás itt és ide érkezett ebbe a nagyon-nagyon értékes oktatási intézménybe. Azzal szeretne búcsúzni általam dr. Pálffy György, hogyha csak 10 tudóssal ismerkedtek meg személyenként, akkor nagyon-nagyon hálásak lesznek azok a tudósok, akik innen pillantanak rátok a tablókról, hogy megjegyzitek az ő munkásságukat, amelyeket értetek, értünk, és a jövő nemzedékért tettek és üzentek. Köszönöm szépen! Köszönöm Erzsébetnek a köszöntő szavakat, és szeretném átadni a mikrofont Sajó Máriának, Magyarok Világszövetsége Fejér megyei szervezetet titkárának, a Fejér Szövetség társelnökének, aki egy kicsit részletesebben fog majd mesélni nekünk a tablók tartalmáról, illetve arról, hogy hogyan is kerültek hozzánk. Jó napot kívánok, szervusztok! Nagyon sok szeretettel köszöntelek én is itthoniakat és a vendégeket is. Több tisztem is van ma, gyorsan le is tudom őket. Az egyik a Fejér Szövetségről csak annyit szeretnék elmondani, hogy ez a 20. állomása most a tudománytörténeti vándorkiállításunknak, és teljesen ingyen és bérmentve, önkéntes munkával visszük iskoláról iskolára ezt a csodálatos üzenetet, aminek az a cím, hogy merjünk nagyok lenni. Mert nagyok is vagyunk, főleg, hogyha még hiszünk is benne. A másik pedig azt szerettem volna mondani, hogy most szombaton, ezt különösen az itteni fiataloknak mondom, kinn a 7-es úton a Székely kapunál, pontosan a Székely vértanúk napján, a Székely szabadság napjára fogunk emlékezni, mécseseket gyújtunk 16 órától, óriás zászlókkal pedig a 7-es úton bevonulunk a következő körforgalomba, ahol a Szent Korona mása van. Tehát nagyon sok szeretettel hívom a fiatalokat is, hogyha van kedvetek csatlakozni, éppen azért, mert most itt vannak Székely testvéreink is, nekik is nagyon jól esik ez a kiállás, hiszen az önrendelkezésük abban a meggyötört világban, amit ők megélnek a trianoni rettenet után, amit nem lehet békediktátumnak sem nevezni, az kitartás nekik, és mi gondolunk rájuk, és fáj a szívünk értük, és mi ott leszünk minden évben ezen a napon is, hogy velük együtt kifejezhessük azt, hogy ez a trianoni döntés, ez nagyon igazságtalan volt, és rendezni kell. A kiállítással kapcsolatban nem készültem fel. Megmondom őszintén, ezt mindig dr. Bor Ferenc szokta bemutatni és részletezni. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy fel van bontva részekre, informatika, biológia, orvostudomány, űrtechnika, Nobel-díjasaink, merüljetek ti bele, tényleg, amit Erzsike is mondott dr. Gál Erzsébet, hogy egy-egy tudósnak a munkásságának csak a elemi pici része van kiemelve, vagy esetleg a legfontosabb része, de számtalan találmánya van, és számtalan újítása, felfedezése, amiket nem is gondolnánk, hogy a mindennapi életünkben milyen csodákat alkot, és milyen kényelmet, és biztonságot, és jó életszínvonalat azok a találmányok, amik neki köszönhetők. Most pedig végső soron én át szeretném adni ajándékainkat. Először is nagyon nagy szeretettel az iskola vezetésének fogadjátok tőlünk sok szeretettel ezt a két könyvet. Egyet az igazgatónőnek, a másikat pedig esetleg a, nem tudom, titkárságon, hogyha a gyerekek szeretnék. Ez pedig ugyancsak a Trianonnal kapcsolatban Radics Géza bácsi könyvét, és ugyanúgy ajándékot hoztunk mi a
Székely testvéreinknek, úgyhogy nem tudom, az iskola képviseletében vagy a kísérő tanár, hogyha ide jönne, akkor át tudnánk adni ezeket a könyveket nagyon sok szeretettel. És fogadjátok, 44 darab van ebből a kis fehér füzetből, remélem jól számoltuk, ugye? Igen, igen. 44. Nagyon szívesen. Köszönjük szépen Sajó Máriának kedves szavakat, és azt gondolom, hogy a kiállításnak igazából a lényege az a falon van, tehát mindenki nyugodtan, saját tempójában, saját ütemében megnézheti, olvasgathatja, itt lesz 3 hétig, tehát a mi gyerekeink jövet, menet, láthatják, megnézhetik, rácsodálkozhatnak, tehát nem kell egyszerre mindent befogadni, nem is lehet, hiszen nagyon sok információt tartalmaz, úgyhogy lehet akár részenként is csemegészni belőle. Az utolsó részben pedig nagy szeretettel köszöntöm a Csíkszeredai testvériskolánkat, én már csak így mondom, hogy testvériskolánk, partneriskolánk, Kályani János szakképző liceum hallgatóit, tanulóit, akik nekünk csíki székely táncokat fognak itt előadni, egy kis ízelítőt, és a műsoruk után pedig még egy kis meglepetéssel is készültek, de azt nem mondom el, hogy mi lesz a meglepetés, maradjon meglepetés, mert akkor mitől lennének más. Nem tudom, hogy a zenével hogy állunk, a beállással hogy állunk. Olgi néni beint, jó? Jó, és akkor indulhat a tánc. Thank you.
Thank you.
Szelényi János szakliceum tanulóinak, és azt szeretném kérni, a midió is lehetne nézelődni, tanulókat nézegetni, beszélgetni. Jó szórakozást kívánok a továbbiakhoz! Akkor a Panama, a Suez.